Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, remélem jól vagytok. Én ismét itt vagyok az én kis konyhámba, mint majdnem minden héten. Ma egy isteni finom tortát szeretnék nektek megmutatni, elkészíteni. A neve Torta Diplomatica. Tulajdonképpen ezt a tortát első áldozásra, születésnapra, házasság évfordulóra, még esküvőre is tulajdonképpen. Szóval minden olyan alkalomra készítik, ami különleges és nem mindennapos, nem szokványos. Hát megmondom őszintén, hogy én ezt a tortát most készítettem el először, tényleg először, és most kaptam ezt a receptet, de hát nagyon-nagyon finom, és hát úgy gondolom, hogy a kedvenceim közé fog tartozni. Tényleg szívből ajánlom, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom. És akkor mielőtt elkezdjük ezt a finom torta készítést, szeretném mondani, hogy iratkozzatok fel, és hát osszátok meg minél többen, mert tudjátok, én azért is szeretnék segíteni a csatornámmal, mert nagyon sok ember nem teheti meg, hogy olasz vendéglőbe eljusson, olasz ételeket nem mindenki ehet, és így ezáltal, még hogyha ezt a kis hozzávalót is megvásárolja, még akkor is olcsóbban kijön, mert hát nagyon sok olyan család van, akik nem tehetik meg, hogy vendéglőkbe tudjanak menni. Szóval hozzá is kezdek, akkor gyertek velem, és akkor már hozzá is fogok, és készítem ezt az isteni finom tortát. Allora, azzal kezdem ezt a receptet, hogy leveles tésztát kell vásárolni, és szépen kibontjátok, lefektetitek, és akkor meg kell szurkálni villával, egy nagyon pici vízzel átecsetelni, és akkor cukorral, sima kristálycukorral leszórni, és akkor így mehet a sütőbe. Én mind a kettőt betettem egyszerre sülni. Arra figyeljetek, hogy nagyon-nagyon legyen kiszárítva, ne legyen megégetve, de jó szárítsátok ki, és hogy nagyon szépen süljön meg, szóval még véletlenül se legyen félig megsütve vagy nyers. Ebben a lényeg, hogy a lapok nagyon klasszul ki legyenek szárítva. Most pedig elkészítem a piskótát, ami a torta közepébe fog kerülni. Alacsony fokozatra teszem a gépet, és akkor az egész tojást, a sárgáját és a fehérjét egybeverem föl. Sokkal-sokkal finomabb tőle a piskóta, sokkal szaftosabb. Hozzáadom a cukrot, még alacsony fokozaton, és akkor szépen elkezdi verni a gép, és közben hozzáadok egy pici csipetnyi sót. Hát körülbelül ezzel a fajta géppel kell egy jó 15 perc, szóval addig kell verni, amíg egy hatalmas nagy habot nem képez. Amikor már látjátok, hogy olyan hab nem nő, nem növekszik, akkor kell leállni a géppel. A lisztet és a vaníliát összekeverem, és akkor szépen beleszitálom a masszán közepébe, és akkor így szépen átforgatom egy habverővel, és akkor jó magasról, hogy jó sok levegő kerüljön bele, akkor lesz finom, szaftos a piskótánk. És akkor szépen átforgatom, de úgy, hogy a habot ne törjem össze természetesen. És akkor amíg tart a liszt, addig keverem, kavarom, és akkor utána lehet a tepsibe tenni. Még azt szeretném mondani, hogy itt Olaszországban van, aki citromhéjat is reszel a piskótához, mert nagyon sokan nem szeretik, hogy érződik a tojás íze, de én tettem hozzá vaníliát, szóval vaníliát is és citromot is szoktak hozzátenni. Nekem, én már többször készítettem, nekem elég a vanília, de hogyha ha valakinek nem tetszik, akkor nyugodtan reszelje hozzá még sima citromhéjat is. És akkor most a tepsimet én kibéleltem, és akkor szépen beleöntöm ezt a masszát. Tulajdonképpen jól magasról szoktam ezt is, hogy minél több levegő kerüljön még bele. És akkor szépen elsimítom, hogy szép sima legyen, mindenhol egyforma legyen. És akkor így teszem a sütőbe, sima alsó-felső sütésen 170 fokra.
és akkor ilyen nagyon szép aranybarnára megsül ez a piskóta, és akkor tűpróbával, nézzétek meg, körülbelül egy ilyen 20-25-30 perc, kinek milyen a sütője, általában meg lehet sütni egy piskótát. Szépen megsült a piskótánk, és rácsra szoktam helyezni, és akkor így szépen hagyom kihűlni teljesen tökéletesen. De hát látjátok, milyen gyönyörű, puha, nagyon-nagyon szaftos, szóval én nagyon-nagyon ajánlom ezt a piskótát. Évek óta így készítem, nem is készíteném másképp, mert tényleg tökéletes. Amíg kül a piskótám, addig szépen felverem a tejszíhabot. Most pedig méretre vágom a piskótát. A piskóta tetteire helyeztem a leveles tésztát, tésztalapot, és akkor így szépen körbevágtam, hogy ugyanakkor a méret legyen, mert nagyon-nagyon fontos, hogy egyforma legyen, tudjátok, mert így lesz rétegesen töltve. Közben én még jóval előbb elkészítettem a krémapasztitsírát, hát tudjátok, ez egy nagyon-nagyon finom krém, és a tejszínnel össze fogom keverni, ez a kréma chantilly, ebből lesz a kréma chantilly, hát itt Olaszországban ez egy nagyon-nagyon a legfőbb krém szinte, nagyon rengetegféle süteményhez alkalmazzák, használják, úgyhogy ebből lesz a kréma chantilly, isteni finom, és ezt szépen összeállítottam, ezért kell, hogy a tejszínhab jó keményre verjétek a tejszínhabot, hogy kellemes, jó állaga legyen. És akkor szépen elkevertem, és akkor ilyenkor még egy jó fél órára beteszem a hűtőbe egy picit, hogy még jobban összeálljon. Látjátok a leveles lapomat, nagyon-nagyon ki van szárítva, jó ropogósra, minél szárazabb, minél jobban szárítsátok ki, mert nagyon fontos, hogy a krém nehogy eláztassa. Szóval mindenféleképp ilyen gyönyörű aranybarnára süssétek meg. Most rákenem a kréma chantillyt, a tejszínes főzött krémet, és akkor jó bőven kenjétek meg krémmel, jó vastagon, szóval nem szabad sajnálni. Közben én levágtam a süteménynek a tetejét, mert nem szívta be eléggé a kermeszes likőrt, úgyhogy ti már úgy készítsétek, hogy rögtön vágjátok le a tetejét, mielőtt ráteszitek a krémre, akkor ti már vágjátok le a süteménynek a tetejét vékonyan, mert akkor szívja be igazán kellemesen ezt a finom likőrt. Rátettem a krémet, megkentem krémmel, és akkor a legvégén megy rá a sült leveles tészta, ezzel vonom be, és akkor erre már csak porcukor megy a tetejére, ezt nem szokták díszíteni, semmiféle különlegességet nem szoktak a tetejére tenni, hanem az oldalát habosítja, az oldalát szokták feldíszíteni, erre már csak porcukor kerül. A habzsákba egy kis csövet helyeztem, bármilyen díszítőcső jó, és akkor ilyen jó kis spirálos alakba kidíszítettem a tortát. Egyébként, látjátok a videón látszik, hogy egy picit nekem is meghajlott a leveles tészta, de semmi baj, mert krémmel ilyenkor ki lehet tölteni, és akkor abszolút nem lehet észrevenni, hogy az egyik oldala mondjuk picit magasabb, a másik alacsonyabb, de hát gyerekek, ilyenkor az íze is fontos, krémmel ki lehet tölteni, és egyáltalán nem lehet észrevenni, hogy egy nagyon pici kis eltérés van benne. De a díszítést azt úgy készítitek, ahogy nektek megfelelő. Én ilyen kis habos oldalt szerettem, volt általában így szokták díszíteni, és ilyen jó kis laza,
a tetején úgy sincs díszítés, szóval akkor így az oldala kapott egy jó kis habos, vastagabb díszítést. Érdemesebb egy pár órára betenni a hűtőbe, hogy az ízek finoman összeérjenek, és akkor nagyon-nagyon klassz, élvezhető, finom ízek lesznek. Hát akkor kóstoljuk is meg ezt az isteni finom tortát. Hát remélem tetszett nektek ez a kis videó, hát valami isteni finom ez a torta, tényleg az egyik kedvenceim közé fog tartozni, máskor is el fogom készíteni szerintem, isteni finom, készítsétek el, nem fogjátok megbánni, főleg különleges alkalomra, születésnap, bármilyen rendezvényekre, évfordulókra, nagyon-nagyon finom, hát mit is mondhatnék, bon appetito, sziasztok, találkozunk jövő héten! Ciao, 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 ciao.